Üdvözlöm Önöket! Dr. S. vagyok. Az én feladatom az, hogy definiáljam az olyan dolgokat, amikre éppen szükség van. A mai témánk a selfie. But first, let me take a selfie! A selfie egy olyan képkészítési módszer, amely során a kép készítője, és ezek mellett egy vagy több további személy szerepel a képen. A személy, avagy személyek általában legjobb barátok, avagy népszerű emberek szoktak lenni. A legtöbb ember ilyenkor szokott selfit készíteni. Ezek mellett szükséges megjegyezni, hogy van olyan selfie is, amikor csak egy ember szerepel a képen, és inkább a nagyobb lényeget a mögötte lévő háttér kapja. Ez lehet egy nevezetes épület, park, vagy egyéb más. Azért készítjük el ezt a videót a kollégákkal, mert arra a döntésre jutottunk, hogy a selfie ugyan hasznos dolog, ugyanakkor vannak túlzásai is, úgy, mint a devnél. Gondoljatok bele, vannak emberek, akik rendszeresen minden nap, napi háromszor lefotózzák azt, hogy mit esznek. Nos, mi az ilyen emberekre szeretnénk kiukadni, akik mindent kiposztolnak Instagramra, vagy Facebookra, vagy bármilyen megosztó oldalra, és Csabika tökéletes példája annak, hogy vannak emberek, akiknek a követői a mindenük. Anélkül nem tudnak élni. Hashtag selfie a forgatáson. Jó napot kívánok! Csabika vagyok, itt keresik itt, itt az a develős rász, nem? Igen. Most tehát Csabika vagyok. Muszáj teljesen lehet mondani, mert így belép. Nem szükséges. Jó, tehát Csabika vagyok, ezt hányszor mondtam. 13 éves, és... Kérem, ne így jó forgatás van! És hát 9 évesen megkapta az első okostelefonot. Valaki nagyon el volt kényeztetve. Na ezt most posztolom, jó van? Még egyszer így felhúzd, nem lesz jó vége. Most hát 9 éves voltam, megkapta az első okostelefonomat, akkor még az egy, nem is volt, egy Samsung, ugye? Ez a szarszum, ugye? És akkor így néztem az alkalmazásokat, mivel tudom elfoglalni a gomb, és hát rám találtam egy ilyen az Instagramnak a logója, ami színes volt, meg ott volt egy gomb, hát tök jó, hát alatt töltjük már, ami a szar ez. És hát megláttam, hogy mennyi minden jó képet, videót, gifet találok, és akkor elkezdtem én is képeket feltölteni. Először ilyen negatív visszajelzéseket kaptam, hogy hogy nézel ki, meg ilyenek. Aztán... Meg is érdemelted. Hol a mobila? Már 10 like jött rá. Csak úgy mondom. Már 10 like jött rá, csak úgy szólok. Take 1398. Már 10 like jött rá, csak úgy szólok. Szóval tehát, hogy hol is tartom, ja igen, hogy akkor jöttek a negatív kommentek, de egy jó sokat kellett várnom, de aztán ezek a negatív kommentek inkább átváltottak pozitívba, és ennek én nagyon megörültem. És egy idő után már minden percben, sokszor nem mentem suliba, mert 24 órás live-ot tartottam az Instán. A szelfizés behálózta az életem, nem tudtam mit tegyek, rosszul éreztem magam, ezért felkerestem Önöket. És akkor tök jó, meggyógyítanak, de utána rájöttem, meg most is ezen a véleményen vagyok, hogy a szelfizés természetes, és ez miért gond? Hát, uram, ez több szempontból eléggé nagy gond. Egyrészt a platform, amit használ, az Instagram napról napra egyre inkább közel kerül a halálhoz.
Másrészt pedig a selfie, mint maga a dolog és fényképezési forma már nem a korosztály által használt, hanem 40 éves életünk nők által használt a Facebookon. Amúgy a profilom lent a leírásban, csekkoljátok le. És hát ugye voltam ezen a kúrán, mint az a János, gyászolt az ember. Borzol, tök vicces volt, hogy elszállították. Na, lehet, hogy voltam, akkor én ezt sikeresen teljesítettem, naponta azt hiszem 5 selfie volt. Igen, igen, 5 selfie volt. Buktam is pár követő, nem baj, azóta visszaszereztem többet is. És hát én még ezt most szigorítani akarják, még nem tudom az új szabályokat, de hát akkor nézzük. Szóval az új kúra tervünk eléggé szigorú az előzőhöz képest. Az előzőnél még lehetett 5 selfit csinálni egy nap, de ezt a számot most már lecsökkentettük egyre. Na, ez az egy szám se fog általánosan megmaradni a kúra teljes hozamában, hanem a hét felénél leáll a selfizéssel végleg. Na, rohadjanak maguk normálisak, vagy most fél hétig egy szelfi naponta, és utána semmi? Én ezt beperelem magukat, esküszöm. Szóval, még valami. Holnap kezdesz rögtön, és ugyanúgy, mint Jánosnál, mindent fel kell venned. Ez csak egy vicc, mindjárt posztolom. És még valami. Lesz egy társa. Béla. Hát sziasztok, én Csabika vagyok, és megint itt, hát jó, vicces és rossz emléket. Úgyhogy, ja, halljátok ezt a hangzavart, ugye? Hát ez a, úgymond cellatársam, nem komplett, tök gyász a gyerek, idióta, figyeljétek, nézzétek. Várjál, mindjárt kinyitom, mert bezártam, nehogy valami kárt csináljon. Sziasztok! Igen, most rajta van a sisak. Fidzsi spinner mánia, de gyász, hallom, nagyon durva. Viszont hát itt fogom előtti az időt ezzel az emberrel. Kapott egy selfit, és azt sem minden nap. És hát viszont kijátszottam a rendszert, képeket nem lehet csinálni, de viszont telefonozhatok, internet nem biztos, hogy van, de mindjárt megnézzük. Én akkor most itt elütöm az időt, de várjatok így, és akkor... Jaj. Hát szerintem csinálják meg azt az egyetlen egy szelfit, menjél már innen, idióta! Csináljuk meg azt az egyetlen egy szelfit, jó? Lehet, hogy viszont Insta story, az lehet, hogy mondjuk az is kép, szóval azt gondolom. Hát szerintem ki fogom rakni Insta story-ba, hogy ez a helyzet. Hogy a kép aláírom, na nézzétek. Na menj már innen, nem értesz te ehhez, ez egy kamera. Úristen, na hát ez már így este van, nem tudom, hogy látszik-e, mert hát... Ugye be vannak kapcsolva a lámpák, én most megyünk aludni. Hello! Sziasztok! Ez itt az első nap, hogy nem lehet szelfizni. Alig bírom ki, alud borzalmas. Elnézzétek! Már Béla is alszik. Fényben alszik. Borzalom. Amúgy neki rengeteg sok fidget spinnerje van, de csak ennyit adtak oda. Nagyon durva. Én nem bírom ki, most azonnal csinálok egy szelfit. Aztán alvás. Remélem, nincs kanika meg. Á, ez jó lett. Jó hét. Thank you.
általános? Te lúzer! Ne! Én csak segíteni akartam! Ahhoz miért kell megverni? Az egész show, az egész kurva, egy átverés nem segít semmit! Azt mondják, hogy kigyógyítottak. De hazugság, mert még mindig Deb. De most már azért harcolok, hogy az olyan emberek, mint te, megmeneküljenek. Az egész show egyá. Kikapogat. Vedd el a szorolt fegyvert. Hú, ez basztalom! Hú! Ne mozdulj! Úristen, hagyd meg! Hello! Azt hitted, hogy kijátszhatod a rendszert? Meg te is! Nem! Túl erősek vagyunk ahhoz! Te vagy a beépített emberük? Persze! Én mindent tudom! Tudom, hogy te mit csináltál, és azt is, hogy te! Nem tudtok többet átverni! Véged van! Történt valami? Na te megnyílj! Úristen! Besökállom, vagy semmi más sem. Szevasztok! Ez itt az első nap! János, te lúzer! Nem, ez csak látom, és mi történik. Lehet, hogy a szelfizés újhat. Keveset szelfiz. Ahogy láthatjátok, itt Csabika éppen bedobta a kosarat. Ezt szoktuk igazából itt játszani, amikor unatkozunk. Mi? Úristen! Nincs senki. Mi az? Idióta! Na, ez csak most senki szelfizet. Ne! Úristen! Engedjenek én, nem? Segítség! Végig nyitul. Okay. Jaj, ki az én kis kedvenc kis kutyusom? Jaj, de cukor, jaj! Ez nem az, aminek látszik. Hogy jutottál ki? Hát tudom, nyitva volt az ajtó. Ja. Hát, akkor le kell cserélnünk az éjjeli kulcsost. Hallottam, hogy ordítoztál. A self-influenza egyik nagyon rossz tünete. Kamu. Micsoda? Attól, hogy nem selfizek, ilyen látomásaim lesznek? Hát, tudja, az nem tenne jót a showknak, hogyha nem tudna leszokni. Mert hát az emberek azért nézik, hogy lássák az eredményeinket, és egy picit jobban higgyenek magukban. És hogyha sikerülne leszoknod, akkor csak még elintéznénk pár felvételt, utána pedig mehetnénk a dolgodra, mi kitennénk a videót, és persze egy szép kis százalékot kapnál a bevételből, mondjuk olyan 50 ezer dollárt. 80 ezer. 70 ezer. 75 is megegyeztünk. 71. Na jó, van elég ebből, szelfizni fogom, mert az természetes, maguk meg mit tudom én. Hát látják nézőink. Pár emberen nem lehet segíteni. Ő is közéjük tartozott. Csabika egy tökéletes példája annak, amikor egy hóbort, például a selfie, túlmagasodik az emberen, vagy bármilyen érzésén. A selfin már nem lehet segíteni. Elnézést, merre van a kijárat? Mert nem tudom. Folyosón balra, utána le, pár emelettel, kettővel, és utána jobbra fordulsz, utána kifele. Köszi. Ahogy láthatják, kedves nézőink, párszor a betegség gyógyíthatatlan. A selfi alapból is túl erős, de Csabika már így is egy kritikus szintet ért el. Önnek van olyan ismerőse, vagy ember, akit lát az utcán, aki még nem ért el a kritikus szintet? Szóljon nekünk, és mi meggyógyítjuk.